A keletkezéséről, mert hogy ez egy nagyon-nagyon szubjektív irodalomtörténet, és talán az előadásból ki fog az is derülni, hogy mi az, amiben annyira eltér azoktól az irodalomtörténeti munkáktól, amiket megszoktunk, vagy amihez jobban hozzá, vagy amelyekhez jobban hozzá vagyunk szokva. Ugye ez a szubjektivitás és a szubjektivitásnak a hangsúlyozása az már rögtön az első lapokon, oldalakon, fejezetekben megtörténik, és Babits próbál is erre ráerősíteni, azt kérdezem magamtól, mi hatott, mi maradt meg bennem, talán érdekes lesz. Mármint, hogy mi hatott rá a világirodalomból, mi maradt meg benne, mi az, ami évtizedeken át meghatározza az ő irodalmi gondolkodását. De vágjunk is rögtön bele a keletkezésébe. Az ötlet valószínűleg nagyon hirtelen jött, hogy ő irodalom történetet szeretne írni. Bocsánat, beengedek néhány embert. Tehát az ötlet valószínűleg nagyon hirtelen jött, hogy ő irodalom történetet fog írni. 1933 végétől írja a kéziratot Septiben, és már januárban azt ígérik, hogy 34-ben meg is fog jelenni az európai irodalom történetének az első része, és valóban a 34-es könyvnapra meg is jelent. 34 januárjában Török Szofi, a naptár Török Szofi, ugye Babits feleségének, Tanner Ilonának a naptár bejegyzése, arról árulkodik, hogy Mihály és Gellért Oszkár cinkográfusnál jártak, ami azt jelenti, hogy Mihály könyvének illusztrációi miatt, és a könyv ugyanis rengeteg illusztrációval látott napvilágot, mindegyik kötete, majd erről is lesz szó, hogy hány kötete van. Ezek közül nagyon sok Berzsli illusztrációja, de mindenféle rajzott, főleg grafikus műveket, vagy grafikába átfordított műveket tartalmaz a kötet. Az is kiderül, hogy Babits nagyon gyors, lázas, sietős munkában készítette az európai irodalom történetét, pedig azt is tudjuk, hogy beteg, és ő is ezt állítja a munka keletkezéséről, vagy a munka folyamatáról, hogy mivel benne élt az irodalom történet, a több évtized olvasmánya, ezért tulajdonképpen semmiféle előtanulmányt nem végzett. Ő azt mondja, hogy nem akartam időt engedni magamnak tanulmányra és elmélkedésre, úgy adom itt az európai irodalom történetét, ahogyan bennem él, közvetlenül, mint egy hirtelen vízióban. Hangsúlyozza azt is máshol, hogy nem szaktudományos munkát készít, nem végez előkutatásokat, tanulmányokat hozzá, és ez a végeredményre is hatással van, ez a gyors és vallomásos stílus. Az európai irodalom történetét sokkal inkább szépirodalmi elbeszélő formákkal lehet kapcsolatban hozni. Én például olvastam memoárként, vallomásként, eposzként is, és családregényként is, és ezeket a nagy epikai formákat, illetve az ezek szerinti olvasatokat természetesen nem szószoros értelemben, hanem átvitt értelemben lehet alkalmazni rá, és lehet ilyenfajta műfaji megközelítését adni a műnek. Tehát 1934-ben jelent meg az európai irodalom történetének első kötete, és rá egy évre, 35-ben látott napvilágot a második kötet, és látható is még talán a dián. Hadd kérjek annyi visszajelzést, hogy látszik a vetítés? Igen. Jó, köszönöm. Tehát, hogy a második kötet először 35-ben 1760-tól 1925-ig dátummal jelent meg. És ezt a kupacomon, ott fölül látható ez a két kötet. Ugyanakkor ez a második kötet hiába ígéri 1925-ig a folyamatot, ez nem készült el, mert hogy a Babits a századfordulónak és a 20. század első felének az irodalmát Fantasy-ek és 20. század címmel
később írja meg. Ugyanis a két kötet napvilágra kerülése után, tehát 34 és 35 után, 1936-ban jelent meg az úgynevezett átdolgozott és bővített kiadása a műnek. Ugye megtalálom róla a diát is talán. Igen, itt van. Tehát ez az átdolgozott és bővített végleges kiadás. Valóban ez az, ami a teljes szövegkorpuszt tartalmazza, és ezért ezt is tekintjük tulajdonképpen kutatóként az ultima manusnak, ugye az utolsó kéz elve alapján. A mű tehát tulajdonképpen három egységből tevődik össze, a 34-es első kötetből, a 35-ös második kötetből, ami 25-ig ígéri az irodalom történetét, de valójában csak 1883-ig megy el az időben, és 36-ban a két kötetnek az egyesített és bővített kiadásáról beszélhetünk. Ez 1936-ban jelent meg, és a mai világirodalom résszel bővítette ki a szerző. Mi a helyzet a kéziratokkal? Az első kötetnek, a 34-es kötetnek nincs meg a kézirata. Semmi nem maradt belőle. Pontosabban van másfél fóliónyi kéziratunk, de ez a kézirat töredék, ez, mint kiderült, a második átdolgozott kiadásnál készült kiegészítésként, tehát egy olyan szövegrészletet tartalmaz, ami az első kötetben, ami nem első kötet, hanem első kötetben nincs benne, és csak a második kiadásban vannak benne ezek a bővítmények. A második kötetnek szinte teljes mértékben megvan a kézirata, és ugyanez mondható el az utólag hozzátoldott három fejezetből álló mai világirodalom című részről, ezek szinte teljes egészében megvannak. Mit tudunk még? A második és a harmadik rész szinte teljes kéziratos anyaga, úgy tűnik, hogy Babits ezeket egyben kezelhette, egy helyen tarthatta a kéziratokat, és a halála után valószínűleg Török Szofi is egyben tartotta ezeket a kéziratlapokat. Ugyanis amikor beérkeztek az Országos Széchenyi Könyvtárba, akkor egy fontba, tehát egy iratcsomóba kerültek, viszont az is elmondható róluk, hogy ez a nagy iratkupac, amiről ma tulajdonképpen szó lesz, ezek összerendezetlenek, borzasztó nagy, hát hogy mondjam, káosz vagy kupleráj uralkodik bennük. További aszimmetriát mutat az, hogy az 1935-ös második kötetnek megvan az első és részben a második nyomdai hasáblevonata is, tehát további kéziratos vagy hát gépiratos nyersanyaggal számolhatunk. Az első kötetnek viszont semmilyen nyomdai hasáblevonata nem maradt meg. Tehát van a rendelkezésünkre álló anyagokban egyfajta aszimmetria. Mit tartalmaz ez a kézirat csomó, ami itt látható, ez a Fond római 3/2287-es. Ez főleg a második kötet kéziratát, és ugye a mai világirodalom című részt, de ezen kívül maradtak mindenféle fóliók, mindenféle kéziratok, és amikor beérkezett ez az iratcsomó az Országos Széchenyi Könyvtárba, akkor mindent ebbe a kupacba soroltak, ami első ránézésre az európai irodalom történetéhez tartozónak tűnt. Összesen 342 számozott fóliót tartalmaz ez a kupac, de maradt köztük három pecsételetlen is. Hát ez fog gondot okozni abból a szempontból, hogy maga Babits is számozta a kéziratát,
Tehát ugye a második kötet és a kiegészítő fejezetek kéziratát ő maga is kézzel ellátta számozással, de amikor és ahogy beérkezett a raktárba, ugye a könyvtárosok sorba lepecsételték a lapokat, így a két, így kettős számozással kell dolgoznunk, és természetesen ez a kettős számozás elcsúszik egymástól, hiszen, ahogy mondtam, a kézirat anyaga az rendezetlen, és ilyen ebben a rendezetlen állapotában került bepecsételésre. Tehát feltehetőleg 1952-ben elég kaotikus állapotban érkezett meg az anyag, és csak arra volt idő, hogy gyorsan, nagy vonalakban rendezték a hagyatékot, nagy vonalakban azonosították a részeket, és ezért például az utolsó fejezetekből néhány lap a kézirat elejére került, vagy ez a már többször emlegetett Mai világirodalom című rész is a kéziratcsomó elején található. Itt ugye ennek a kézirat kupac látható, és itt fölül, hogy ez a 8-as számú bepecsételt lap volt. Tehát mit tartalmaz ez a kézirat csomó? Hát amiről még nem esett szó, tartalmaz egy kronológiai vázlatot, 7 oldal, erről fogok még részletesen beszélni. Tartalmazza a Mai világirodalom című részt. Hát tartalmaz egy ilyen vegyes, kis vegyes lapokat, például ide került az ezüstkor című esszének néhány fóliója is, illetve főleg tartalmazza az európai irodalom történetének második kötetét. A második rész kézirata az önmagában 290 fólió, vagy mintegy 290 fólió, de és ehhez a kötethez, és ez már Babitsnak a munkamódszerére és az európai irodalom történet keletkezésére mutat rá, készített egy kronológiai vázlatot. Amikor azt állítja, hogy nem készített hosszas előtanulmányokat, ez teljesen igaz, de kronológiai vázlatot mégiscsak készített azért, hogy eligazodjon ebben a folyamatban. Azt nem tudni, hogy az első részhez készítette ilyet, de a másodikhoz 7 oldalnyi ilyen kronológiai vázlat készült. Látható, hogy 10 évenként, tehát évtizedenként osztotta fel a lapot, és az oszlopokba pedig a különböző nemzeteket sorolta, angol, francia, német, orosz. Elosztó, nem világít a lámpája, és be akartam dugni. Egyéb nemzetek, és az utolsó oszlopban pedig a magyar irodalom található. Az is megfigyelhető, hogy Babits a születési dátumokat csillaggal jelölte, a halálozási dátumok elé pedig, vagy a nevek, tehát a szerzők halálozási évszámát pedig kereszttel jelölte. És ebbe a táblázatba illesztette bele tehát a művek keletkezési évszámát. Ez a módszer valamennyire felveti azt is, hogy Babits milyen módon osztotta be az irodalom történetét, milyen módon tagolta fejezetbe a művét. Más irodalom történetekkel ellentétben, mások szokásaival ellentétben, Babits nem osztotta a korszakokra. Babits előadást hallgatok az orvosokat. Elnézést, lehet, hogy lehalkítjuk magunkat. Tehát Babits nem osztotta korszakokra az irodalom történetét, és a fejezet címeket sem korstílusok vagy stílusirányzatok alapján adta meg általában, hanem sokkal esszéisztikusabb, metaforikus címekkel élt,
És az is nagyon érdekes, hogy az egész irodalom történetében nem használ évszámokat a szövegben. Tehát inkább úgy határozza meg, hogy a következő évben, vagy ez az az évtized, amikor már éledezett, nem tudom én, ez és ez az irányzat, vagy ez az az időszak, amikor feltűnt Byron. Tehát az időviszonyokat, azokat viszonyrendszerekben előbb-utóbb ekkortájban adja meg, és soha nem évszámokkal. Kivételt képez ez alól a két résznek, a két rész címében található dátum. Tehát összesen kettő darab évszámmal él az európai irodalom történetében. Az első kötetnek ezt a címet adja, hogy Homérosztól 1760-ig, a második kötetnek pedig Krónika 1760-tól 1883-ig. Abban most sajnos nincs lehetőségünk részletesebben belemenni, hogy mit jelent az, hogy az irodalom történet után, tehát az első rész után a második résznek a krónika műfaji megjelölést adja. Ennek elég nagy jelentősége van, hogy miért használja ezt a krónika kifejezést, és ez a mű időkezeléséhez kapcsolódik erőteljesen. Másrészt az érdekes, hogy a kezdetet egy kimagasló személyhez köti, Homéroszhoz, és 1760-ig vezeti az első kötetnek a történetét, ez Macphersonnak, az Ossian című művének a megjelenési időpontja. A második rész tehát pedig Macphersonnal kezdődik, az Ossiannal, és 1883-ig tart, és mielőtt vadul kutatnánk a fejünkben, hogy ez minek a megjelenése, vagy miért pont annyira nevezetes dátum, hát ez bizony Babits születésének az éve, tehát a saját születési évéig vezeti a második kötetet. És hát ez az 1883-as dátum ugye pars pro toto, ez a szerzőt, az elbeszélét jelöli rendhagyó módon, és kiemeli a saját szubjektív szemléletét, érzékelteti azt, hogy az irodalom történet, mint olyan, önmagában nem létezik, csak is egy egyén, egy közösség, egy csoport által lehet megkonstruálni utólagosan. Tehát ez a két évszám található a végleges kiadásban, és a két eposzszerző, Homérosz és Macpherson neve a két kötet közötti, hogy mondjam, szimbolikus különbséget is érzékelteti. Ugye Homérosz a halhatatlan, kimagasló nagyság, az időtlenség, az értékállóságnak a képviselője, viszont az Ossianról azt gondolja Babits, hogy itt már sokkal inkább a divat, a befogadói közeg, a közönség siker az, ami már működik, és a művek avulékonyságára, mulandóságára hívja fel a figyelmet, és ezért aztán van szintén szimbolikus ereje annak, hogy a második kötetet Macphersonnak ezzel a művével kezdi, egy hamisítással, tehát hogy tulajdonképpen az egész második kötetben már a művek avulékonyságával, az értékállóságnak a kérdésével, a kételjeivel van elfoglalva az elbeszélő. Tehát ez a két szerző és ez a két szimbolikus kezdet érzékelteti a két kötet közötti szemléletmódbeli különbségeket. Ugye említettem, hogy Babits nem tagolja a korszakokra az irodalom történetét, nincsenek benne évszámok, hanem a végpontok között egy egységes, bár változó tempójú folyamatot kapunk. Ez megint csak eltér más irodalom történetektől, amelyek korszakhatárral dolgoznak. Ugyanis
A tagolás, az irodalom történetnek a korszakolása, korszakokra tagolása, az csak látszólag tünteti el az időbeli szakadékokat. Valójában az új korszakok a korábbiakat úgymond elmúltként, halottként kezelik, és a kezdő és végpontok alapján felszabdalják a történetet, a folyamatot, és ugye az is nagyon gyakran előfordul, gondolhatunk például csak Cervantes művére, hogy amikor például külön tárgyalják az angol romantikát, a német romantikát, a kelet-közép-európai romantikát, akkor pedig nem a linearitást érvényesítik, hanem több szálon futtatják a cselekményt, az irodalom történet cselekményét. Tehát Babitsnak a szoros linearitása az tulajdonképpen megint csak egy rendhagyó vagy egyedi vonása a művének. Ha megnéztük a dátumokat, akkor azt is megfigyelhettük, hogy ugye az első rész Homérosztól 1760-ig tart, míg a második része a műnek 1760-tól 1883-ig, vagy ha jobban tetszik, a 20. század elejéig. Tehát itt azt lehet mondani, hogy 26 évszázad feszül szembe 2-3 évszázadnak az anyagával. Nagy a kérdés, vagy felvetődik a kérdés, hogy miért tagolódik időben ennyire aránytalanul, de terjedelemben pedig arányosan a mű. Erre majd fogok egy idézetet hozni, de talán látható az, hogy amikor Babits belefog a második kötetbe, akkor az 1700-as évek végénnek a táblázata, ami bal oldalt látható, az ott még megengedhette magának, hogy egy-egy fejezetben csak egy-egy alkotóra vagy egy-egy műre koncentráljon, de jól látható, hogy az 1830-as, 40-es évektől kezdve ez a táblázat rendkívül zsúfoltá válik, az irodalmi termés megnövekedett, egyre több alkotóról, műről kell beszámolnia, és ugye azt is hangsúlyozza, hogy az irodalmi élet egyre szervezettebbé válik, egyre nagyobb az olvasni tudók száma, megváltoztak az olvasói szokások, tehát általában nem csak egy szűk réteg olvas, hanem már szélesebb tömegek is befogadják az irodalmat, sőt, ugye szórakozási, időtöltési formává is válik. Továbbá a második részben hangsúlyozza, mert minduntalan ezzel szembesül a szerző elbeszélő, hogy az idő még kevéssé rostálta meg ezeket a műveket, nem tudni, mi lesz abból, tényleg maradandó, mi marad meg 500 000 év múlva ezekből a művekből. Tehát a két rész között, bocsánat, az irodalomtörténet két része között nagyon más a lépték, más a horizont, más az irodalmi érték fogalma. Ha az első kötetről azt mondhatnánk, hogy felülnézet, akkor a másodikról mondhatjuk azt, hogy gyalogtúra, határozott értékítélettel szemben. A második kötetben sokkal több az elbeszélőnek a kételye kérdése. Ez a kronológiai vázlat egyébként Babits munkamódszerét is befolyásolhatta. Van egy olyan fejezet is, hogy egy évtized könyvről könyvre, minthogyha jobb ötlet hiány megírta volna az aktuális táblázat egységet. Ahogy megyünk egyre előrébb, vagy haladunk egyre előrébb az időbe, tehát egyre jobban érzékelhető a heterogenitás, az európai irodalom egységének felbomlása, széttartó irányzatokról számol be a szerző, és végül a szálak szétfolyását is megállapítja. Így lehet azt mondani, hogy a második kötetre Babitsnak az eredeti célkitűzéseit módosítania kell, erre kényszerül,
Az első kötet arisztokratikus alapállásával, hegycsúcs tekintetével szemben, a második kötetben a vallomás jelleg, az ahogy bennem él elve uralkodik. Itt van az ígért idézet. Munkám eredeti terve szerint ennek a századnak sem kellett volna aránytalanul nagyobb helyet szánnom a többieknél. Igaz, hogy irodalmi termése számokban kifejezve messze túlhaladja az előzőket. Nagy ismert név is jóval több ragyog itt, mint a régiekben. De hány marad meg e nagy nevekből pár évtized múlva? És ugye a másik, amire hivatkozik, az őszintesség, illetve az, ami az őszintességgel összefügg, hogy hát ő a 19. század irodalmán nevelkedett, azt tette rám az első és legnagyobb hatást, azon át ismertem meg a régebbit is. Tehát nem véletlen, hogy itt lelassul az elbeszélés, és a 19. század kap ekkora nagy hangsúlyt az elbeszélés menetében. No, de térjünk vissza a kéziratra, hiszen látható, hogy már ez a kronológiai vázlat is rengeteg értelmezésre adott lehetőséget, nem csak a mű keletkezésének körülményeit tárhatja fel a kézirat megvizsgálása, hanem segíthet ugye a mű értelmezésében, tisztában, látásában is. Ugye, mivel itt a fél kézirat, mondhatjuk nagy vonalon, hogy a fél kézirat hiányzik, felmerül a kérdés, hogy vajon ez megváltoztatja-e, ez a hiány, az egyes kötetekhez való viszonyunkat. Mennyiben lehetnek érvényesek a második kötet kéziratából származó tapasztalatok, észrevételek az első kötetre? Tehát lehet-e általánosítani, lehet-e visszavetíteni az első részre a második kéziratnak a tapasztalatait, levonható következtetéseit? Hova tűnhetett a kézirat? Ennek a nyomába indultam, és ezt a nyomozást szeretném egy kicsit most előtárni. Hát két hipotézissel dolgozhatunk, illetve nem érdemes sokkal többel, tehát hova tűnhetett a kézirat? Az első feltevésünk lehet az, hogy még Babits életében elkalódott a kézirat. A második hipotézis pedig, hogy Babits halála után vesztek el a kézirat lapjai. Az első eset, hogy Babits életébe kallódtak el, nem zárható ki teljesen, de nem valószínű. Babits ugyanis gondosan őrizte a kéziratait, a levelezések is ezt tanúsítják, számos esetben kérte vissza felhasználás után folyóiratoktól, szerkesztőségekből, kiadóktól a kéziratot. És mivel a műveit a Nyugat kiadó adta ki, kicsi az esély, hogy a gépírónál, a szedőnél rekedt volna, hiszen a keletkező kéziratot, mivel Babits betegeskedett, Gellért Oszkár húzolta a folyóirat és a kiadó között, tehát Gellért Oszkár, mint megbízható ember, és mint Babitsnak az egyik baráti munkatársa, bizonyára meglehetősen lelkiismeretesen járt el. A második eset, hogy Babits halála után tűnt el a kézirat, akkor induljunk el ezen a nyomon. Különböző feltételezésekkel élhetünk, és hogy a körülmények is abba az irányba mutatnak, hogy bizonyára Babits halála után kallódott el, tűnt el a kézirat. Sajnálatos módon sem Babits halála után közvetlenül, sem a háborús évek alatt nem történik meg a hagyatéknak, a kéziratos hagyatéknak a rendezése. Tehát Babits halála után ugye a háborús évek körülményei és Tanner Ilonának az egyre súlyosbodó fizikai és mentális állapota egyáltalán nem kedvezett a kéziratos hagyaték állapotának.
Tehát sem közvetlenül Babits halála után, sem a háború évei alatt, de sőt, még 45 után sem került sor a kéziratok számbavételére, rendezésére, jegyzékek készítésére, ahogy ez a nagy életművek esetében már ekkoriban is szokás volt. Török Szofi, vagyis hát Tanner Ilona szeretett volna példás és a példás hagyatékgondozó szerepében feltűnni, ugyanakkor szeretett volna minél több anyagi hasznot kicsikarni Babits műveinek a kiadásából. Tehát voltak ilyen kettős, egymásnak ellentartó késztetései. Az élethelyzete, az ellentmondó döntései, a külvilág felé mutatott szerepe, a lelki ingadozásai a hagyaték feletti döntéseket is ellentmondásossá tette. Például elhamarkodott erős gesztussal felbontja Babits korábbi több évtizedes közös munkán alapuló szerződését az Athenaeum kiadónál, és kedvező feltételeket remél a révaitól, ezért új szerződést köt és átviszi oda az életművet. Aztán a törés a hagyatékban 1942-ben történik meg, az első nagyobb törés. Ekkor ugyanis 42. júniusában Babits könyvtára a Baumgarten alapítványhoz kerül a Sas utcába, ahol egy emlékszobát rendeznek meg Babits számára. Török Szofi látogatta és gondozta ezt az emlékszobát, de vajon miért vált meg Babits könyveitől, könyvtárától? Arra hivatkozott, és mondjuk ez tény, hogy Ildikóval, a nevelt lányukkal egy kisebb lakásba költözött a Jagelló útra, és helyhiánnyal indokolta ezt a dolgot, és ezért vált meg Babits könyvtárától, de a kéziratokat saját magánál tartotta. A front közelettével azonban, ahogy ebben az ilyet fenyegető állapotban gyakran előfordul, megkezdődik a kéziratok utaztatása is. Az özvegy aggodalmait különböző levelek is tükrözik, és a kéziratok biztonsága érdekében ide-oda hurcolta tulajdonképpen ezt a hatalmas ládányi vagy több ládányi anyagot. Kapkodás és átgondolatlanság, következetlenség tűnik ki majd a tetteiből, amiből néhányat sikerült, hát hogy mondjam, rögzíteni, de természetesen mindenről nem tudunk. És megint felhívnám a figyelmet, hogy mindeközben nem történt meg a hagyatéknak a rendezése. Tehát ezek a kéziratos csomagok, ezek ilyen ömlesztett áruként utaztak fel le Budapesten és az országban. 43. március 2-án találhatjuk Török Szofi naptár bejegyzésében, hogy a kereskedelmi bank széfjébe helyezi el a kéziratos hagyatékot, de már augusztusban elégedetlen ezzel a döntéssel, kiveszi aztán onnan, tehát egy fél évet sem töltenek ott a kéziratok, és nyár végén, még mindig 43-ban felviszi hajóval, Ildikóval Leányfalura, Móricz Virágék házához. Az kiderül a napló bejegyzésekből, hogy többször járnak Móriczéknál, Móricz Virágnál, de pontosan, hogy milyen viszonyuk volt, arról keveset tudunk. Minden esetre az özvegy úgy gondolhatta, hogy biztonságosabb Budapesten kívül elhelyezni a kéziratokat, de aztán megint meggondolja magát, mint egy jó hónap múlva, mert hogy szeptember 30-án már ezt olvashatjuk, délután Ildikóval Leányfalun Virágnál Mihály kéziratai-ból hoztam haza. És itt felfigyelhetünk erre,
erre a szóra kéziratai-ból. Tehát nem mindet hozta haza, vagy csak egy részét, de annak sem találjuk nyomát, vagy csak elírás lenne esetleg, de annak sem találjuk nyomát, hogy később járt volna Leányfalun, és hogy mást is hazaszállított volna. Tehát ez már például egy, itt bizonytalanok lehetünk, és nem derül ki, hogy akkor pontosan mit vitt Leányfalura, és mit hozott vissza. A következő nyom 1944-ből van, amikor azt írja februárban egy levelében, Mihály kézirataiak biztos helyre való elrejtésének problémájával sokat vesződtem. Ez a kérdés még most sincs megnyugtatóan megoldva. Hát márciusban mégis megoldja ezt a kérdést, ugyanis a front közelettével, vagy a front ittlétével márciusban az akadémia pincéjében helyezi el, ahol aztán itt, és itt olvashatjuk Vojnovics Géza átvételi elismervényét. Elismerem, hogy Babits Mihályné úrnő ő nagyságától állítása szerint, ez nagyon érdekes, ez az állítása szerint, ugye, tehát ezek szerint Vojnovics pontosan nem látta, férje kéziratait tartalmazó ládát az akadémiának légitámadás ellen elrejtett könyvei megőrzés céljából átvettem. És a következő nyom pedig az, hogy 45-ben a front elvonultától az akadémia arra kéri Török Szofit, hogy szállítsa el a kéziratokat. Az is kiderül még 1944 kapcsán, hogy innen zavaros a történet, annyi sejthető, annyi deríthető ki a mindenféle fennmaradt iratokból, visszaemlékezésekből, hogy esetleg még több láda, több anyag is kerülhetett a pincébe, az akadémia pincébe, és az is valószínűsíthető, hogy feltörték, feldúlták és szétszórták ezeket az anyagokat, de mivel nem volt rendszerezve, ezért csak feltételezhető mindez, és Török Szofi későbbiekben ezt állítja, hogy eltűntek a kéziratokból, hogy egy része elkallódott, szétszóródhatott, de ugye nem tudhatjuk, hogy mennyire bízhatunk az ő későbbi kijelentéseiben. Tehát 45 tavaszán visszakerültek az özvegyhez a kéziratok, de Török Szofi állapota tovább romlott, és ezt több visszaemlékezés beszámoló is megerősíti. Keresztúri Dezső, akire egyébként Török Szofi hallgatott, folyamatos káoszról és a macskák jelenlétéről számol be. Itt ugye már Ildikó eladta Babits írógépét, már titokba kéziratokat is lehetett venni a városba, és hát ugye a körülményeket így foglalja össze. Volt egy posztóbevonatú régi Biedermeier garnitúrájuk, annak karosszékében fészkeltek Ilonka kedvenc szijámi macskái. Azok alól húztam ki 3 fontos vers macskapiszoktól erősen szennyeződött kéziratát. Egy másik értékes tömbön a macskák a körmüket fenték. A másik visszaemlékező Lakatos István volt, aki a kéziratok rendezésének érdekében járt fel az özvegyhez Söfrin Aladár és Bas Lóránt megbízására, de a munka, amit ő leír, az tulajdonképpen a Magos Déva várára emlékeztet, ugye amit ő napközben összerendezett, elrendezett, azt reggelre Ilonka újra áttúrta és átrendezte, és eléggé következetlen módon relikviákat, régi emlékeket csatolt bizonyos kézirat lapokhoz, vagy kézirat egységekhez. Tehát az azért kiderül, hogy Ilona ekkor már alkalmatlan a hagyadék gondozására. És végül 1952-ben, itt olvasható Lakatos István visszaemlékezés, de ezt már nem olvasom fel, mindjárt a végére érek inkább.
Tehát 52-ben Keresztúri Dezső rábeszélésére az Országos Széchenyi Könyvtár vásárolja meg a kéziratos hagyatékot, ami már az bizonyos nem tartalmazza az első kötet kéziratát. De vannak még különböző nyomok, például a szálak szétfolynak fejezetnek a másfél kézirat oldalát, tehát másfél kéziratos oldalát a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzik. Hogyan, mikor szakadhatott le a kézirat egységről, tehát szétszórt lapok, szétszórt nyomok mindenfelé vannak még a művel kapcsolatban. Azt mertem állítani, hogy a kézirat azért sok mindent megmutat Babits gondolkodásmódjáról, munkamódszeréről. Ugye a 35-ös második rész és a 36-os második teljes kiadás között egy év telt el, és azt is meg lehet állapítani, hogy a 35-ben keletkezett és a 36-ban írt kéziratos részek között túl nagy különbség nincs, illetve nem nagyon van különbség a munkamódszer tekintetében. Tehát feltételezhető, hogy az egy évvel korábbi 34-ben íródott kézirat is hasonló jegyekkel rendelkezhetett, hasonló módszerrel történt. Bár az bennem azért nagy kíváncsiságot kelt, hogy vajon, vagy nagy kíváncsiság él bennem, hogy vajon ahhoz is készült-e kronológiai vázlat. Látható, hogy Babits általában, ez egy tipikus kéziratlap, folyamatosan, lendületesen ír, nagyon sok jó pillanatot lehet rögzíteni nála, áttekinthető a kézirat leginkább, de természetesen azért nem fogalmazott nyomdakészen, de szerencsére erősebb satírozással, törléssel csak ott találkozunk, ahol egyértelmű elírás vagy egyértelmű törlésre szorítkozik. Ugyanis a fogalmazás változatokat laza hálóban keretezve jelölte, tehát ilyen áthúzásokkal találkozunk, de hát ki kell ábrándítanom mindenkit, nem ránk az utókorra és a kéziratok kutatójára gondolt, hanem bizonyára maga számára hagyta olvasható állapotban ezeket a kézirat töredékeket, hogy a későbbiekben hát a szüksége lesz rá. És valóban többször előfordul az, hogy az áthúzott rész néhány sorral, néhány bekezdéssel, vagy esetleg egy-két oldallal később szinte szó szerint felhasználja. Tehát az derül ki, hogy ezeket a részeket inkább későbbre szúrta be, későbbre helyezte, és ezek az elvetett fogalmazvány részek inkább a gondolatmenetének a formálódását mutatják ennek a nyomai. Még egy érdekes jelenség a babicsi lapszabászat, hogy nagyon sokszor él azzal, hogy kivág és gondosan egymáshoz ragaszt különböző kéziratlapokat, valószínűleg az áttekinthetőség kedvére, ez a korabeli Ctrl-C, Ctrl-V eljárásnak tudható be. Ilyen hozzáragasztásokat még a hasáblevonatokon is találhatunk, amikor ugye megérkezett a nyomdából a betördelt kézirat, akkor nem mindig fért a tükörre, a margóra, a szerző utólagos javítása, és a beszúrandó mondatokat, bekezdéseket cetlikre, lapokra írva felragasztották aztán ezekre a hasáblevonatokra, tehát ilyen lefentyűként lógtak rajta. De ez a munkamódszer, ez valószínűleg a korszak egészére jellemző volt, Kosztolányi és sokan mások így javították, korrigálták a hasáblevonatokat. Aztán az is előfordul, hogy itt láthatunk még ilyen lapszabászati ügyeket. Az is sokszor előfordul, hogy Babits gépiratos részeket helyez a kéziratba, ugyanis korábbi portréit, eszéit, eszének a részleteit illeszti az európai irodalom történetébe. Így jár például az Ágoston eszé, a Goethe eszé és a 19. század szerzőiről, kedvenceiről írt korai eszéi is,
Swinburne, Browning, Tennyson, és ezekből egy-egy bekezdést kiragadott, és aztán összeboronálta, összedolgozta a kézirattal, az irodalom történetével. Ezek nem csak azért fontosak nekünk, hogy megmutassuk, hogy az életművön belül milyen intratextusok működtek, hanem ez az eljárás megint csak azt támaszthatja alá, hogy a szerző a világirodalomról, az irodalom szemléletéről, szemléletével kapcsolatban, hogy az eszményei, a kedvencei, azok nagyon keveset változtak az évtizedek során. Tehát Swinburne 909-es esszé, a Browning 12-es, Ágostonról 17-ben írt, és ugye 10-20-30 évvel később ezeket a bekezdéseket még érdemesnek tartja, és érvényesnek tartja arra, hogy beillesz-e az európai irodalom történetébe. Tehát ezek így néznek ki nagyjából. És itt egy hasáb levonat, illetve korábbi eszének a hasáb levonata is járt ilyen módon. És hát mindez összegzésképpen az mondható el, hogy a kézirat az megerősíti azt az elgondolásomat és általános vélekedésünket, hogy az európai irodalom történet egy olyan társadalmi, kulturális, nemzedéki válságra adott szellemi, etikai állásfoglalás volt, egy olyan szintézis, amely azáltal is legitimálta magát, hogy valóban a szerző több évtizedes világirodalmi élményeinek, tapasztalatának, irodalomról való gondolkodásának a lenyomata. Olyan irodalomeszménynek, egy olyan világirodalom fogalomnak a kifejtése, történetbe foglalása, amit egyébként Babits már 1913-ban meghatároz, és ez a világirodalom fogalom nagyjából így néz ki. Világirodalmon nem minden irodalmi jelenségeknek összességét értjük, amely az egész földkerekségen valahol és valaha megtermett. Nem egyszerűen az egyes nemzetek irodalmainak összességét, a világirodalom egységes, összefüggő folyamat, egyetlen hatalmas vérkeringés, csak az egészen nagyokhoz van közel. Ez a fogalom ugye a Goethe nyomán elterjedt világirodalomhoz kapcsolódik, de Goethe-vel ellentétben, aki optimistán tekint a folyamatra és a világirodalommal, a nemzeti irodalmak közösségét, egységesülését üdvözli, Babitsnál ez a folyamat hanyatló és fordított folyamat, egy hanyatló jelenséget tár fel, a világirodalom egysége a nemzeti irodalmak megjelenésével, a nyelvekre tagolódásával számára egy hanyatló folyamatként látható. És még egy dolog, amire ki kell térni, hiszen ez feszültséget okozhat, világirodalomról és világirodalom fogalomról beszélek, holott a mű címe az európai irodalom története, és a cím ezt ígéri, de maga a szöveg is úgy kezdődik, hogy világirodalom, ez a szó valami egységet jelent. Babits ugyanis a világirodalom fogalmát azt európaira szűkíti, úgy gondolja, hogy a nyugati kultúra tulajdonképpen az, ami ezt az egységes áramot megképezi, és ma már furcsa módon, nem biztos, hogy ma már ezzel egyet tudunk érteni, vagy mindenképpen kérdéseket, kételyeket vethet fel, azt gondolja, hogy idegen, barbár és egzotikus irodalmak csak annyiban érdeklik, amennyiben ezt az áramot gazdagították, erősítették, vagy olykor némileg kitérítették útjából. Ezen
kívül esnek a világirodalmon. Faji vagy törzsi irodalmak mind egy-egy zárt társadalom és kultúra kincse, mely nem tud és nem is akar az egész világi lenni. És így például az Ószövetséget is eléggé kirekeszti a saját irodalom felfogásából. Tehát ő az európai keresztény kultúrában gondolkozik, a katolicizmusban ilyen átfogó egyetemes szinten, és ezért számára a világirodalom részekre tagolódása, felbomlása tulajdonképpen egy fájdalmas és hanyatló folyamat. Köszönöm szépen, akkor én ezt most itt be is fejezném, és várom esetleg a kérdéseket, hozzászólásokat. Én kérdeznék akkor egyet, azt, hogy nem tudom, hogy erről van-e információd, vagy elhangzott, hogy csak én lemaradtam, hogy amiután meghalt a török Szofi, akkor utána mi lett azokkal a kéziratokkal, ami nála volt esetleg? Hát ugye 52-be bekerültek a kéziratok az Országos Széchenyi Könyvtárba, és ezek után már nem maradt török Szofinál Babits kézirat. Ha jól emlékszem, de lehet, hogy nem jól emlékszem, 55-ben halt meg török Szofi. Tehát, hogy az élete előtt, vagy a halála előtt bekerültek a kéziratok, de más tárgyak egyébként eléggé elkallódtak, hiszen a nevelt lányuk Ildikó Angliába disszidált, és elég nyomorúságos körülmények között halt meg aztán, tehát, hogy egyáltalán nem került jó kezekbe Babitsnak a... Egy kicsit tudsz hangosabban, Adri? Aha, hát megpróbálok. Tehát ő maradt az örökös, a lányuk, vagy nem, mert én olvastam valahol egy ilyet is, hogy őt kitagadták. Igen, hát itt a török Szofival ők elég csúnyán végezték életük végén, és nem tudom, hogy jogilag végül is hogy történt, azt hiszem a teljes kitagadás nem történt, de aztán Babits Ildikó nem is foglalkozott ezzel a hagyatékkal egyáltalán, de végül is nem sikerült őt a hagyatékon, vagy az örökösi jogából kívül helyezni. Jó, köszönöm. Hát, ha jól emlékszem, a 70-es évek elején halt meg, tehát hogy odáig ő az örökös, és utána nem maradt már további jogfolytonosság. Jó, köszönöm. Nincs mit. De nekem nagyon tetszett ez az előadás. Köszönöm. És legfőképpen az a benyomásom támadt, amit ugye Bulgakov ír, hogy a könyvek nem égnek, a kéziratok nem égnek el. Hát nem égnek el, de elkalódnak, valahol lappanganak, és azoknak is megvan a maga története, például, hogy a macskák körmüket fenik rajta. Igen. Igen. Egyébként érdekes volt ez a nyomozás, és azt gondolom, hogy így megpróbáltam minden emlékezésnek, nyomnak utána járni, ami érdekességet nyújtott, de valójában kicsit ilyen féloldalas a dolog, de mivel tényleg egy évvel keletkezett korábban az első kötet kézirata, az első kötet és nyilván a kézirata is, ezért azt gondolom, hogy sokkal másabb információink nem támadhatnának az első kötet kéziratából. Tehát nagyon hasonló benyomásaink lehetnének, de mindenképpen érdekes, hogy ez a köteg hova tűnt el a hagyatékból. Vagy hova tűnhetett el. Tehát, hogy az az érdekes, hogy semmi nyoma nincs. No, van-e még észrevétel, vagy kérdés? Hát, hogyha nincs, akkor megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, és előreláthatólag lesz még a kalandok a raktárban, annak egy negyedik része,
április 21-én, ha jól emlékszem, és akkor időben egy nagyot lépek visszafelé, ugyanis az első szakácskönyvvel, Tótfalusi Kis Miklós erdélyi szakácskönyvével fogok foglalkozni, és régi receptekkel és gasztroirodalommal, úgyhogy egy teljesen más jellegű téma lesz, és egy másik gyűjteménybe fogok ellátogatni, nem a kézirattárba, hanem a régi nyomtatványok tárába. Örömmel várjuk. Jó, köszönöm szépen. Aki még esetleg még beleszorult valamilyen kérdés vagy kíváncsiság, az eseménynél is meg tudja kérdezni kommentben. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.